A Caritas Katolikus Segélyszervezet 10 éves marosszentgyörgyi tevékenységét ünnepelték szerdán a helyi Máriaffi-kastély udvarán. A szervezet az elmúlt évtizedben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szegényebb sorsú gyerekek tanulmányi átlaga javuljon a községben. A Caritas Hand in Hand, vagyis Kéz a Kézben projektjének köszönhetően az elmúlt 10 évben nagyon sokat javult a marosszentgyörgyi roma gyerekek tanulmányi átlaga, és sokkal nagyobb arányban tudnak elhelyezkedni, mint pár évvel ezelőtt. Sófalvi Szabolcs a község polgármestere számára prioritás a szegényebb sorsú családok felkarolása, ezért is kérték fel a Caritas szakembereit erre a tevékenységre. Nagyon fontos számunkra, a település számára, hogy azokkal a családokkal is foglalkozzunk, akik szegényebb sorsban élnek, rászorulók, és azt láttam a munkámban már az elején, hogy nem elég csak az utcákat aszfaltozni, vízcsatorna hálózatot építeni, hanem fontos, hogy odafigyelni a családokra, mivel az volt a mottónk, hogy közösséget építeni, nem csak községet, ezért tényleg próbáltunk arra odafigyelni, hogy hogyan tudunk segíteni adott helyzetekben. A Caritas nagy hangsúlyt fektet a célirányos programok szervezésére, amelyek által hozzáférhetővé teszi az oktatást minden gyerek, de különösen azon tanulók számára, akiknél hangsúlyosan fennáll az iskola elhagyás esélye. Tudtuk meg Ludester Lászlótól, a Caritas ágazati igazgatójától. Nagyon komoly hátrányos helyzetű közösség, roma lakossággal rendelkezik a község, nagyon nagy volt az iskola elhagyás, és ekkor kezdte el egy munkatársunk, Récsei Mária az itteni munkát, és idővel több sikeres pályázat, projekt és az önkormányzattal való együttműködés révén sikerült fejlesztjük ezt a tevékenységünket. Jelenleg 112 gyermekünk és az ők szüleik vesznek részt ebben a programban napi rendszerességgel. A 10 éves tevékenységet egy rövid műsorral és gyerekprogramokkal ünnepelték, valamint fellépett a Caritas Superár Gyermekkórusa.